A videóban a hideg éghajlati övezetre jellemző éghajlatokat fogjuk megnézni. Hideg éghajlati öv az északi sarkkör és sarkpont közötti területen, illetve a déli sarkkör és sarkpont közötti területen alakult ki. Természetesen a határa egyáltalán nem éles határ, nagyon sok mindentől függ, tengeráramlatoktól, szelektől, a talajtól, attól, hogy egyáltalán van-e ott kontinens vagy nincs. A hideg éghajlati övezetre két tulajdonság jellemző minden területére, egyrészt a hideg, másrészt pedig a keletélyes irányú szelek. Az alacsony hőmérséklet elsősorban a napsugarak alacsony hajlás szögével magyarázható. A másik ok, hogy a felszínt hó és jég borítja, tehát nagyon nagy a napsugarak visszaverődése. A harmadik ok pedig az, hogy a sarkpontok felé közeledve egyre hosszabb az az időszak, amikor télen nem kel fel a nap. A táblázat az Amundsen-Scott kutatóállomás által rögzített időjárási adatokat tartalmazza. Ez egy amerikai kutatóállomás, és pontosan a déli sark ponton található. Önmagában a hőmérsékleti adatok is érdekesek. Felhívom a figyelmeteket, hogy itt, ugye a déli féltekén vagyunk, a június, július, augusztus, azaz a nyár a hideg hónap, ezt a hőmérsékleti minimumok és maximumok nagyon jól igazolják. A másik érdekesség a napsütéses órák száma. Az alsó sárgával jelölt sorban láthatjátok ezeket az adatokat. Nézzétek meg, márciusban lemegy a nap, aztán 6 hónapig nem süt. A féléves éjszaka is hozzájárul természetesen a nagy hideghez. A legnagyobb hideget a Földön egyébként itt az Antarktiszon mérték, mínusz 93 fokot. A hideg éghajlati övezetnek két éghajlatát különböztethetjük meg, az állandóan fagyos éghajlatot és a tundrát. Állandóan fagyos éghajlat a sarkköröktől távolabbi belső területeire jellemzőek a sarkvidékeknek. A hőmérséklet sohasem emelkedik 0 Celsius fok fölé, és különösen télen hatalmas viharok jellemzőek rá. Kevés csapadék hull, az is, mint hó formájában, viszont ez a kevés hó meg is marad, tehát hatalmas nagy mennyiségben tud felhalmozódni. Magasabb rendű növényzete nincs, esetleg algákkal találkozhatunk. A déli sarkvidéken csak a partmenti sávban élhetnek állatok, hiszen az élelmet azt a tengerből szerzik. Ez az északi sarkon egy kicsit könnyebb. Az Arktisz, mint tudjátok, nem kontinens, hanem csak a befagyott jeges tenger, így ott a tenger mindenhol közel van. Különösen most, hogy az Arktisz jege egyre kisebbre és kisebbre zsugorodik össze, már nem a táplálék megszerzése jelenti a legnagyobb problémát. Sokkal súlyosabb gond, hogy az összefüggő jégtakaró táblákra töredezik szét, és nagyon rohamosan olvad. Pedig a sarkvidéken élő állatoknak szükségük lenne szilárd jégre a talpuk alatt. A sarkvidékek sarkkörhöz közel eső területeinek éghajlata tundra. A tundrán a nyár rövid és hűvös, néhány hónap csupán, és az átlag hőmérséklet nem emelkedik 10 Celsius fok fölé. A tél hosszú és zord, a hőmérséklet mínusz 30-mínusz 40 Celsius fokot is elérheti. A csapadék szintén kevés és hó formájában hull, és a viharos szelek ezt a területet sem kímélik. A területre jellemző növényzetnek szintén tundra a neve. Mohákból, zuzmokból, törpecserjékből és fűfélékből áll ez a növényzet. Azt gondolnánk, hogy a tundrán élők alig várják a rövid nyár beköszöntét, de ez nem így van. Illetve biztosan így van, de van két dolog, ami nagyon megnehezíti itt az életet, amikor nyár lesz. Az egyik az a talaj elmocsarasodása. Az történik ugyanis, hogy a napsugarak felmelegítik a talajt annyira, hogy felolvadjon benne a jég, viszont az alsó fagyott rétegeket nem tudják felolvasztani, ezért aztán, hiába, hogy megolvad a teteje a talajnak, nem tud a víz hova elszivárogni. Ettől aztán szinte járhatatlan mocsárvidékké változik nyáron a tundra. A másik kellemetlenség, hogy elképesztő mértékben elszaporodnak a rovarok.
Ahogy felolvadnak a pocsolyák, szúnyoglárvák milliói kelnek ki, és özönlik el a területet. A rengeteg rovarnak köszönhetően megjelennek a rovarevők, és így tovább nyáron benépesül a tundra. Legjellegzetesebb állatai a tundrának a sarki róka, sarki nyúl, a pézsmatulok, különböző madárfajok, ludak, baglyok, és talán az egyik legfontosabb táplálékforrások a lemingek. A tundra talaja nagyon rossz minőségű, igazi talajszerkezet nélküli, köves, homokos, leginkább talán lábtalajhoz hasonlító talaj. A videót a tundra emblematikus állatával, a rénszarvassal szeretném zárni, amint éppen egy törpe fűzesben legelészik.